Nem lesz egyből ez, nem? Jelentkezőnk van is, hogy egy fiatal ember most tehát életében először angolul már soha nem találkozott az egészségügyel sem, elsőségélynyújtással sem, jogosítványa sincsen, úgyhogy teljesen friss és üde ahhoz, hogy megpróbálja megmenteni az itt előtte fekvő szerencsétlen embertársunkat. De biztos, hogy segíthetek? Igen. Ugye mindenki tud segíteni egyébként, végzettségétől és attól függetlenül, hogy van-e jogosítványa vagy sem. Gyermekek is, idősek is, felnőttek is. Fizikai jelenlétől függetlenül is, ugyanis amíg a szaksegítség kiérkezik, nagyon sok mindent tudunk tenni annak érdekében, hogy akinek segítséget nyújtunk, az jobb állapotban, vagy legalábbis állapotromlás nélkül kerüljön a mentők kezébe. Nem pislog. Hát ő nem is fog. Jó? Ja, mikor kell újraéleszteni valakit? Tudja fiatal ember? Na, fogad. Mikor élesztünk újra valakit? Mikor van szükség rá? Nem lélegzik. Aha, és ha nem lélegzik, az mit jelent? Az, hogy nem kap levegőt. És kik nem vesznek levegőt? Levegőt. Mi az az ember, aki nem vesz levegőt és nincsen keringése? Halott. Hát ha nincs halott. Halott.
a halk hangok voltak az igaziak. Aki eszméletlen, annak még van légzése és ver a szíve. Nem biztos, hogy sokáig, de ugye ezt szeretnénk megakadályozni. Jó? Úgyhogy akinek nincsen keringése és légzése, azt halottnak tekinthetjük. Úgyhogy halottból halottabb már nem lesz. Rosszat semmiképpen nem tudunk csinálni az újraélesztéssel, viszont visszafordítani még esetlegesen tudjuk. Jó? Úgyhogy ezt meg is fogjuk próbálni. Mikor? Mindjárt. Jó, jó. Hát jó, de meghal. Tegyük fel, hogy sétálunk a Margit szigeten, valaki ott fekszik a fűben, nem vagyunk benne biztosak, hogy ő csak napozik. Vagy a sápadnak tűnik, de lehet, hogy azért fekszik, hogy kinapozik. Úgyhogy első körben mit csinálnál? Hát, hogy tudom én. Alszik? Na, ez például jó kezdés, ha elküld minket egy melegebb éghajlat felé, akkor valószínűleg nincsen szüksége rá. Viszont ezt nem fogjuk csinálni, mert egyrészt sokat ér figyelő kamera, másrészt lehet, hogy utána végigkerget minket a Margit szigeten, és olyan gyorsabb. Viszont, ha ő nem válaszol nekünk, akkor már gyanítjuk, hogy valami baj lehet. Jó, nem csak nagyot hal. Úgyhogy tömeg lesz körülöttünk, mert a katasztrófaturizmus nagyon jól működik. Úgyhogy rávökünk valakire, hogy mondjuk, de ott, sötét pulcsi van, gyere segíteni. Most nem kell, csak így kéne történnie, mert ha elkiáltjuk magunkhoz, hogy valaki segítsen, sajnos csak az amerikai filmekben működik az, hogy három orvos és kettő mentő dolgozó is előugrik a tömegből. Magyarországon vagy influencer, vagy DJ lesz, vagy azt mondja, hogy... DJ. Nekem foglalvas az idő, mondtam már, csak miért? Hogy sajnos a valaki a senki lesz, viszont konkrétan rábegünk valakire, nehezebben szalad el, mert a tömeg csúnyán nézre. Jó? Úgyhogy segítségünk, amíg idegesen remegő kézzel előhalassza a telefonját, felélezi emlékeivel, hogy a 112 az a mentők száma, és nem a 911. Vagy a 117 pedig opted. A 104 is tökéletes, ugye itt lehet lesni, mind a kettő szám él, mégis tökéletesen hívható. Addig mi megvizsgáljuk, hogy van-e légzése. Azt tudod, hogy jönnek? Megfogjuk az állát, illetve a hajas, vagy hajtalan fejtetőt, hátrahajtjuk a fejét, odahajlunk, és nézzük, hogy emelkedik a mellkasa, hallom-e, hogy szuszok, és érzem az arcomon, hogy levegő vesz. Megpróbálod? Hogy? És 10 másodpercig fogom ezt végezni. Nagyon büdi! Hát igen, valószínűleg pacolt el a tevédre. Jó? Úgyhogy 10 másodperc alatt 2-3 normál levegővételt kéne produkálnia. Viszont ha ő csak egy levegőt vett, egyáltalán nem vett levegőt, vagy köhög, szörcsög, ilyen csuvakás, dártvéderes hangokat ad, látom, Star Wars fonok vannak, akkor az úgy nekünk nem jó. Akkor megkérjük a segítségünket, hogy már tárcsázza is a 112 vagy a 104-et, és mondja el nekik, hogy hol vagyunk, város, kerület, utca, házszám, vagy hogy milyen közterületen, és hogy mihez kérünk segítséget. Jó, nagyon fontos lesz, hogy valaki elesett biciklivel, vagy szüléshez, vagy újraélesztéshez, mert azt szerint küldenek a mentőegységet, ugye különböző szintű mentőegységek vannak, és megkérdezzük, hogy esetlegesen a közelben van-e félautomata defibrillátor. Ezt mi is meg tudjuk nézni a SimCity nevű alkalmazásban, de ugye mentésirányítók is tudnak segíteni nekünk ebbe, a szerencsénk van. Mindeközben nekünk viszont el kell kezdeni az újraélesztést. Ezt úgy fogjuk kezdeni, hogy összekulcsoljuk a kezeinket. Igen. És a tenyerünknek ezzel a párnás részével fogjuk nyomni az előttünk fekvő mellkasának a közepét. Ugye őt az ideális férfitestre tervezték, nem a magyar átlagra, úgyhogy neki a szegcsontja és a mellvinbói kereszteződésében kéne nyomni. Viszont mivel a mellvinbók életkortól és testalkattól és nemtől függően vándorolhatnak magasságban, ezért a egy biztosat veszünk alapul, a szegcsontot. Az mindenkinek ugyanott van, életkortól függetlenül. Igen, hát ugye átkondiból, minden. Jó, a szegcsontot kitapogatjuk, az mindenkinek ugyanott van. Ha itt megkocogtatjátok, akkor érzitek itt ez a kemény csont elől. Jó? És ennek az alsó harmadát fogjuk nyomni egy tenyerünk párnás részével. Itt. Itt, és ide. Ennek mellé. Hova? A törzse mellé térdez, és kis terpezben. Itt. Ja, így? Aha. Igen. Picikét lejjebb. Úgy. És nyújtott könnyékkel, fölé hajolva fogjuk nyomni. Nagyjából 100-120-as frekvenciával, ami azt jelenti, hogy valamelyik korosztály még ismerni fogja a Stayin' Alive című számot a Bee Gees együttestől, de aki nem, annak az érik a szőlő, vagy a hullapelyhes fehér hó is
és most tudtam meg, hogy a baby shower is tökéletesen megfelelhet az újraélesztés ritmusára, és erre a ritmusra fogjuk nyomni, amíg a mentők kiérkeznek, vagy a betegünk kalimpálatunk, vagy hagyjuk már abba, vagy el nem fáradtunk, és akkor viszont átadjuk valakinek. Mindjárt egy kis zenei segítséget kérünk. Zenei? És ugye arra fogunk figyelni, hogy egy helyben tartjuk a kezünket a mákosát, és a zene ritmusára nyomjuk az ő mákosát. Jaj, értem! Illető ember mellkasának nagyjából az egyharmadáig fogjuk lenyomni ugye a mellkast, hiszen az egyharmad, az mindenkinél egyharmad lesz, Gyurós Gyurinál is, meg a Csotrásnál is. Bocsánat, elnézést, nagyon elfáradtam, látok egy mentős urat, tudna jönni segíteni? Nem, de a fiatalember, mivel már felhívta a mentőket, és úton van egy harmadik segítségünk a defibrillátorra, ide kérd el annál szembe. Gyere! Picit közöld, és így nyomja? A kollégának már gyöngyezik az ízlátság a fején, úgyhogy te összekorsolod a közödet, és amikor ezek kapcsolódik, alsó olyan múltva, és amikor ő elveszi a kezét, akkor te rárakod a helyére. Hajdá! És folytatod. Borzasztó. Előfordulhatnak olyan dolgok, amikor ugye ezek általában a legfőbb félelmek az újraélesztés megkezdésekor, vagy a megkezdése ellen, hogy mi van, ha meghal? Ugye mivel neki nincsen légzése, keringése, ő már halottan nem lesz. Mi abban tudunk segíteni, hogy egy esélyt adunk neki, hogy ő esetleg visszanyerje az életét. De az, ami még nagyon nagy félelem szokott lenni, hogy eltörik a bordája. Hát a bordák sajnos ilyenek, el tudnak törni. Sőt, egyébként az újraélesztő gépezet, ha esetleg valaki a másik állomásokon itt járt, a Lucas nevű gépezet, az is tud bordát törni, úgyhogy még a gép sem tökéletes. De inkább törjön a bordája. Ha fáj neki, és azt mondja, hogy au, akkor túlélte, és sikerült, és esetleg megköszönheti nekünk később. Még negyed óra is itt a mentő, csütörtökön. Jó, és egyébként ugye, amit az előbb említettünk, hogy ugye ez a félautomata defibrillátor, ami rendelkezésünkre áll, egyébként ezeket tudjuk nagyobb helyeken keresni, plázában, bevásárlóközpontban, iskola portáján, bank, orvosi rendelő portáján, ezeket tudjuk keresni, és hogyha bemegyünk, szólunk, hogy nekünk szükségünk van erre, mert újraélesztés zajlik, akkor oda kell adniuk, biztosítani kell, és ezekben a gépezetekben az a legjobb, hogy onnantól kezdve, hogy bekapcsoltuk őket, beszélnek, jó? Mondják folyamatosan, hogy mit kell tennünk, egészen a nulladik pillanattól, tehát ők arra is meg vannak készülve, hogy mi még nem vizsgáltunk részé, és még semmit nem csináltunk, onnantól mondják, hogy mit csináljunk. És két percenként ez a gépezet ez analizálni fogja a betegnek a ritmusát, úgyhogy ha mi kibírjuk ezt a két percet, akkor emlékeztet minket arra is, hogy cseréljünk egymással. Bocsánat, Jancsi megmozgatta a szemét. Akkor ugye előfordulhat olyan, hogy állapotváltozást észlelünk. Megmozgatta a szemét, vagy könnyezik a szeme, vagy megfordította a fejét, akkor abba hagyjuk, és újból légzést vizsgálunk neki. Hátrahagyjuk a fejét, újból légzést vizsgálunk. Ha tapasztaljuk, hogy ő tényleg normál, tehát egy 2-3 levegőt vett, akkor ugye az előzőekben már beszéltük arról, hogy mivel eszméletlen továbbra is, stabil oldalfekvő helyzetbe helyezzük. Viszont, hogyha... Tessék? Viszont, ha továbbra sem vesz normálisan levegőt, örök, szörcsön, stb., akkor viszont folytatjuk. Jó? Tehát egy két percenként nem állunk meg egyébként ellenőrizni az életfunkciókat, arra szükség nincsen, csak akkor állunk meg életfunkciókra ellenőrizni, hogyha valamilyen változást észlelünk. Tényleg, amikor már kalimpál, hogy hagyjuk abba, akkor illik. Hát nincs keze. Hát a fejével. Ja. Köszönöm, jól vagyok. Fiatalember, újra jössz. Az én mentő dolgozó. Jó, én is itt dolgozom. Van-e kérdés? Nem kell megfagyni egy ilyen.